Hatalmas menekültáradat lépte át az ukrán-magyar határt a háború február 24-i kirobbanását követően. Záhonyba már az első napon megérkezett az első csoport, az azt követő hetekben pedig több tízezer Kárpátaljáról és Ukrajna belső részeiből érkező bajba jutott ellátását szervezték meg. Helmeci László, a város polgármestere 35 perc című műsorunkban azt mondta, az önkormányzat nagyon gyorsan reagált a kialakult helyzetre, így egy menekült sem maradt segítség nélkül. Február 24-én délben már megjelent az első csoport, aki menekült Ukrajnából. Akkor egy hirtelen válságstábban létrehoztunk egy átmeneti szállást a akkori művödési házban, és azon az estén már több mint 100 ember aludt nálunk Záhonyban. Körülbelül 4 napig működött a művödési házban ez az átmeneti szállás. A legtöbb ember, amikor ott aludt, az 300 ember volt, és aztán, mikor közbelépett már az állami katasztrófa védelem, akkor kerültünk át a helyi középiskolába, ahol online oktatásba álltak át. Azt hiszem, hogy húsvét utáni időszakban kezdtük el egy következő helyen ezt a menekült ellátást. Záhonyban egyelőre egyetlen önkormányzat által üzemeltetett intézményt sem kellett bezárni az energiaválság ellenére sem. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy tavaly egy komplex energetikai fejlesztést valósítottak meg, amely érinti a városházát, az óvodát, a zeneiskolát, az uszodát, a művelődési házat, a sporttelepet és az orvosi rendelőt is. Az előző ciklusból 2 olyan beruházásunk is van, ami nagy mértékű volt és a városnak nagyon nagy hasznot hozott. Ez a művelődési háznak a felújítása az a zöldváros keretében, és volt egy energetikai beruházásunk, ami igazán akkor még annyira nem láttuk, hogy ekkora értéke lesz, de a mai energiaáraknál ez egy nagyon előnyös pályázat számunkra. 7 intézményünkben tudtunk napelemet és talajszondásfűtést kialakítani. Nem mondható, hogy teljesen nulla, de azért kb. A negyedére csökkentek a költségek, a fűtési és a elektromos költségeink, ami a mai gazdasági helyzetben ez nagyon nagy haszon a városnak. A polgármester a következő év fejlesztéseivel kapcsolatban elmondta, az önkormányzatnak már elnyert pályázata van az óvoda felújítására, ez több mint 350 millió forintból valósulhat meg. A városvezetés szeretne pályázni sportcsarnok építésére, és egy új idősek otthona megvalósítása is a tervek között szerepel.